térjünk át a körtékre. Látom rögtön a téli Esperestennek van egy társa, az én gondolatvilágomban karöltve járnak a társulati Esperessel. Óriási nagy körtéket nevel, egyébként szintén nem magyar fajta, hanem azt hiszem francia eredetűek, és még januárban is nem ráncosodik, gyönyörűen őrzi az alakját, és az íz és zamatanyagok sem bomlanak benne, de tényleg ilyen óriási, hatalmas gyümölcsöket terem, és nagyon finom. Baki boszk az a boszkobaknak egy elfajzása. A boszkobak körtéről én egészen sokáig azzal a vélekedéssel voltam, hogy ez egy rettenetes körte. Mindig télen találkoztam vele a nagy üzletláncok áruházaiban. Kemény, tehát egy ilyen illúzióromboló, értelmetlen, kemény, íze nincs, a fogam beletörik. Csak körte alakja van, és ennyi. Míg nem aztán az édesapám kertjében a rendes érés időben találkoztam ezzel a gyümölccsel nyár végén. Hát valami fantasztikus. Tehát a boszkobak körtét én senkinek nem javaslom, hogy tegye el télire. Egyék meg akkor, amikor az a természet lágyölén szépen beérik, isteni finom termése van. Ennek a neve a másik neve Alexander. Úgy tudom, igen. Télesen. Már nem emlékszem, hogy honnan jön ez a név. Ez is van kihívva sokszor. A boszkobak. A boszkobak, igen. Egyébként ebből a könyvből, amivel felolvastam ezt a történetet, mert ugye olvasok föl még egyet, ez 1940-ben jelent meg Rapaics Rajmundnak a kezenyomán, ugye megbemutatom a kamerából, és meg akit érdekel, közelebb viszem, jó? Nem? Nagyon. Ez egy átfogó munka, egészen az ókortól napjainkig, pontosabban hát 1940-ig a magyar gyümölcs történetét öleli fel. Egy nagyon szép munka, tehát olvasmányos is, úgy van kedve az embernek olvasni. No, néhány körte fajta, csoportosítsuk őket akkor azt szerint, hogy mikor érnek. A korai érésű körték, mint itt látom a búzáskörte, de társai az arabitka, árpával érő körte, zabbal érő körte, tehát ilyen aratáskori körték. Ide sorolom még a kecskeméti muskotájt is, ami ugyan alakban és ízvilágban is lehet, hogy picit eltér az előbb említettektől, de hogy ezek ízélményre elmaradnak azoktól a társaiktól, amelyek a nyár vége felé, vagy ősszel, akár télen, téli érésűek. Ezeket leginkább nem is annyira frissen fogyasztva, ha csak az ember közvetlen a fáról nem tudja levenni és megenni, akkor ezek leginkább, ha már leesik, akkor szotyósodik, a magház körül barnul, beindulnak ezek a bomlási folyamatok, leginkább már csak cefrébe, pálinkának valók. A kecskeméti muskotáj körtének van egy szinonim neve, ez is ez a jellemzően ez a népnyelv, de nagyon beszélő név, ki fogom mondani, kurva körtének hívják, ami találgattunk, hogy vajon mire utalhat, és arra jutottunk, valószínű arról van szó, hogy kívül szép, de belül barna, romlott, úgyhogy a népnyelv az megtalálja ezeket az elnevezéseket. No, ja igen, a Júlis Esperes is ilyen korai érő, de egy nagyon szép dekoratív körte, míg az előző fajták inkább sárgák, gömbölyűek, mondjuk ez is ilyen gömbölyed formájú, de ez pirososodó, és egy szép kis körtének mondható. De ez is szépen mutat a fán, hogy ezek a kis piros gömböcskék lógnak rajta. Igen, jó, és akkor a téli kármán körte kapcsán, illetve nem is a téli kármán, itt a téli kármánban megemlítve, de valahol később biztosan találkozunk majd a nyári kármánnal, amit következetesen én az apám
kultúrizmussal szembeni tiszteletnek tulajdonítva, következetesen Kármán Körtének nevezek, azonban a tudományos nyelv manapság Kálmán Körtének mond, ugye felfedem, hogy miért is. Enc Ferenc a múlt század 50-es éveiben utoljára használja helyesen a Kármán Körte nevét, de a már idézett Kovács József egy évtized múlva oktalan romantikával elterjeszti Gyümölcs kalauzában a Kálmán Körte nevet. Idézett Kovács József Gyümölcs kalauzából. Sokan szeretik Kármán Körtének nevezni, melynek pedig semmi értelme sincs, holott ha Kálmán Körtének mondjuk ősi bölcs királyunkra emlékezünk. Kovács nyomán Berecki is a helytelen Kálmán alakot használta, és az ő tekintélye ma is fenntartja ezt a téves nevet, mely elfedi e körte különleges magyar múltját. Bugyiszlón járva, ezzel a körtével olyan néven találkoztunk, mint törökországi körte. És egyébként Rapai Csajmund is erre utal, illetve hát ott szembesültünk vele, hogy a rapaicsi utalás egész biztos, hogy megalapozott, ugyanis arról lehet szó, hogy ennek az eredete, ennek a körte fajtának a 150 török éves török uralomra vezethető vissza, egész biztos, hogy a törökök hozták be ide a Kárpát-medencébe. Hát abból az időből vannak ilyen olyan feljegyzések, miszerint Karamán városából kerültek be ruhadarabok, kesztyű, meg más egyéb hasonló dolgok, tehát hogy a Kármán elnevezés az nem értelmetlen, csak van, aki nem érti és nem tudja ennek az eredetét, de megvan a visszavezethetősége a múltba. És egyébként a téli Kármán körtéből jött a, és most látom, hogy itt Kármánnak van írva, nem Kármánnak, úgyhogy fején is koppintom magamat. A téli Kármán körtéből nemesítették ki javarészt nyugat-európai gyümölcsészek a ma ismert körtefajták zömét. Solymáti cukor szintén, ilyen főleg, micsoda ez a pálinkának való körte. A nagyasszony körtét, azt Döbröcén gyűjtöttük, augusztus 10-e vagy 15-e a nagyasszony napja, de nem emlékszem pontosan. 10-e? 15-e. Akkor tájt érik, Bogyiszlón ezt Boldogasszony körtének hívják. Vérbelű körte Dunapatajról származik, biztos sokan ismerik. Gyöngy körte az egyik kedvencem, június-július fordulóján érik. Azért szeretem nagyon, mert ugye ellen ugyanúgy néz ki, hát nem ugyanúgy, az alakja az ugyanez a gömbölykés alakú, mint az aratáskori körtéknek, de jól tárolható, és nem szotyósodik olyan hamar, mint ezek az aratáskori társai. És egy nagyon finom kis körtécske, tehát hogyha valaki romantikából vagy bármilyen más megfontolásból ezeket a kis gömbölyű körtéket szeretné a kertjében, akkor az aratáskori körték alternatívája képpen én a gyöngykörtét javaslom. És akkor látjuk... A rozsalérő az nem? Rozsalérő? Hát, hogy ez nincs itt. Az nincsen itt, de ugyanez az alapkör. Igen, igen, igen. Ezt csak úgy elmondtam, hogy ilyen néven lehet velük találkozni. Szabbal érő, de nagyjából egy időben érik mindegyik. Icipici érésidő eltolódása. Egész biztos, mint a sóvári és a batul egy alakkörről van szó, elveti a magját, hasonló utódot hoz létre. Valamelyest örökíti az anyafának a tulajdonságait. No, mit emeljünk még innen ki? A sózókörte nagyon jellegzetes hajtásrendszere van, ilyen robosztus, egyébként a búzáskörtével nagyon könnyű összetéveszteni, mert annak is ilyen robosztus, erőteljes hajtásai vannak. A sózókörtét, mint a neve is mutatja, fűszerezéssel, savanyításra használták a régiek, megint csak ecetet készítettek belőle, és a különféle ételeknek az ízesítéséhez használták. És például a vérbeli Dunapatai vagy a Komlóska, azok különböznek valamiben, azért van? Hát nincs lényeges eltérés közöttük.
Nincsen tapasztalatom, illetve a dunapatait már láttam annak a termését, de a komlóskainak a termésével még nem találkoztam. Én lényegesnek tartom megkülönböztetni a gyűjtés helyeket. Vérbelül mind a kettő, de az egyik innen, a másik onnan származik, és lehet, hogyha majd termőre fordulnak nálunk is ezek a fák, akkor látunk közöttük különbséget. Na, és akkor itt is látszik, hogy van a listában egy Fabók János körtéje cinkotáról, ez tavalyi gyűjtés. Nem emiatt mentünk abba a kertbe, hanem a sárga barack fája kihaló félben volt, de ha már ott voltunk, bejártuk a kertet, és ott találkoztunk ilyen száz vagy több mint száz éves idős körtefákkal, és akkor gyorsan szedtünk róla szaporítóanyagot. A farmos illrek körte, az is 19. század végén, ennek van egy párja almából, az is 1800-as évek végén valamikor oda került alma. Jó. A virsekből én egyedül a Berecki bőtermőt szeretném kiemelni, ami látjuk, hogy a Berecki Máténak a nevét őrzi. Nagyon az európai fajták között ellenállóság, íz, élmény, és hát nem tudom még milyen, tehát ilyen beltartalmi vizsgálatok tekintetében nagyon jól megállja a helyét. Általam ismert birsek közül egyedül öntermékeny. Nem azonos a Berecki bőtermő és a Berecki birs. A Berecki bőtermő az, amelyik öntermékeny, és ezekkel a jó tulajdonságokkal rendelkezik. Visszamegyünk a lap elejére, áttérünk a lapnak a jobb oldalára, illetve egy kicsit visszakanyarodok a körtékhez, mert ott elfelejtettem elmondani, hogy ott csak vadkörte használunk, és másfa iskolák sem használnak körtéből klón halanyokat. A klónozás azt jelenti, amikor ivartalanul szaporítják az egyedeket, a vadalanyokat, azokat ivarosan szaporítják magról. Nem, a sárga baracknál, de ha majd odaérünk, akkor esetleg figyelmeztessen, nehogy át suhanjak rajta. Vizsgáltuk a mikrolizáltságát téli időszak során, és az derült ki, hogy a kajszi sokkal hamarabb függ a mikrolizától, sokkal gyorsabb, tehát hogy inkább igényli azt, hogy legyen neki ez a kis talajból jövő segítsége, és azt gondoljuk, hogy azért, mert hogy ő nagy kajszi alanyon van, és ott most derült ki számomra, amit nem tudtam, hogy a almafáknál, meg ha M9-en, mert az mindegyik M9-es alanyom volt, ott kevesebb függőséget adott, mert ha kisebb a gyökere, akkor nem alakul ki ez a szimbiózis. Tehát, hogy mennyire be tudja, befolyásolja ez a kis élőlény a gyümölcsfáknak a hozzáállását, hogy télen hogy él túl például ez a gomba, és hogy segíti tavasszal a kinyitását. És erre vonatkozónak vannak vizsgálati eredmények? Most fog megjelen a kertgazdaságban, már nyomdában van a cikk, úgyhogy gondolom azt figyelni, azt az újságot. Nem figyelem, de majd ezután figyelni fogom. Szentesvári Egyetemünknek a kertgazdaság című folyóirata. Meg majd a... És ezt most közöljük le, de nem tudtam, hogy ez azért van, mert kisebb a gyökere, tehát nem függ annyira ettől a szimbiózistól. Nagyon érdekes dolog, amit kertbarátról hallottam, hogy a kajszi barackot szilvába hozták, méghozzá a nagyszerű, rózszemű szilvába, és ott valami módon ellenálló, hogy nem kap utalítést a beteg. Nem a mirogalánba, hanem a dóriás szilvába. Ez biztosan nem is így tudják. Nem tudom, én se, csak mondom, elmondom. Meg a 100 év múlva egy falaszka. 100 év múlva. Rimbúrba szokták voltak. Na, hát most itt akkor megoszlanak a vélemények. Változó és terület is meghatározza, hogy agyagtalaj vagy homoktalaj, vagy pedig máshol éppen
ahol jól érzi magát a szilva, és ott tudja kifejteni azt a nagyon jó hatást barackon keresztül is. Nekem ilyen információim vannak a szilvába oltásról. Én ezt úgy ismertem korábban, hogy az alanyba, ami rendszerint mirabolán, beleoltanak valamilyen szilvát. A fehér beszterceiről hallottam, talán a lószeműről, a ringlóról még nem. És ez mint egy közbenoltás, ami a körténél gyakori. Tehát beleszemzik és kinevelik a szilvának a törzsét, és majd abba a következő évben, annak a tetejében, valamilyen magasra teszik be a sárga baracknak a rügyét, és onnan nevelik ki a sárga barack fát, és valóban azért csinálta, aki ezt csinálta, hogy a gutaütést lehetőleg távol tartsa a fáitól a sárga barackoknál. Igen, és robban érdekes dolog a másik. Hát tulajdonképpen nemesről tudtam. Hát vilmospörte volt, amit beoltottam abban nemesbe, és a vilmospörtének a jellegét szinte elvesztette. Gyönyörű körte alakja lett a vilmospörtének. Gyönyörűen színeződött, és körte alakja. Nem olyan alaktalan, mint az eredeti vilmospörte. Hát a vilmospörte az eléggé körte alakú, nem? Hát nem igazán. Nem igazán. Kisebb a nyakatár. Torzul? Igen. Íze nagyon jó volt, de mondom, hát meglepődtem szabályos, akkor, amikor elkezdett teremni. Ha lehet ilyet mondani, a szabályos vilmoskörte az mégiscsak nem ez a lapított nyakú, hanem a megnyújtott nyakú. Hát valahogy olyan torzult volt még annak idején, amikor... Szerintem akkor az újabb oltás következtében kapta meg az eredeti állapotot. Hogy ezt mi okozhatta, azt nem tudom. Szerintem mondjuk itt előtt. Azt utána. Vagy utána. Én szerintem nyugodtan, vagy hogy szeretnél? Később. Szerintem utána. Jó. Na, a cseresznyéknél megyek.